Lelkesen edzenek a TSC kis focistái. A 8-10 éves korosztály hetente 4 alkalommal dolgozik azon, hogy sikereket tudjanak elérni. 8 éves vagyok, és olyan 3,5 éve járok edzésre, és ez focira, és az edzések nagyon jók. Néha egy kicsit rosszak is, de a legtöbb az nagyon jó, és én kapus vagyok. Már 5-ször is nyertünk kupát, és úgy gondolom, hogy amiket csinálunk az edzésen, azok nagyon fontosak lehetnek a meccsen, mint a dupla passzok, és ilyesmi is ebből, amit tanulunk edzésen, abból taktikákat bírunk összeállítani. Juhász István Ausztráliában élő vajdasági származású fiatalember és családja látogatta meg a pénteki edzést. Külföldről is követi a hazai focit, és úgy döntött, megajándékozza a klub kis tehetségeit. Én a János már 20-valány éve ismerem, és mi gyakran szoktunk beszélgetni, és nekem volt ilyen labdarúgó felszerelés, amit a gyerekek már nem használnak, és úgy döntöttem, hogy így odaajándékozzuk a TSC-nek. A mezeknek, futballcipőknek nagy hasznát veszik majd, hiszen a gyerekek gyorsan kinövik a felszerelést. Az anyagiakon túl eszmei értéke is van az ajándéknak, mondja Zsemberi János, a TSC elnöke. Nagyon örülünk annak, hogy egy barátunk, aki ráadásul nem is topai születésű, hanem kullai, a felesége Zéntai, hogy a TSC-t követi, a TSC klub gyerekének hoz ezt az ajándékot, és hogy minket szeret és bátorít onnan is, és a mi mérkőzésünkre jön el, amikor itthon van. Úgyhogy ez egy jó érzéssel tölt el bennünket. A klub vezetősége a kedves gesztus viszonzásául egy TSC-mezt ajándékozott Juhász Istvánnak. Dobár, Maris!